Ez az alkotás egészen biztosan mindenki számára ismert. A Gellért hegyen álló felszabadulási emlékmű Kisfaludy Róbő Zsigmond legnépszerűbb alkotása, melyet 1947-ben készített. A tanulás nem volt a kenyerem, inkább rajzoltam, fúrtam, faragtam, sokat olvastam, főleg történelmet. Üres óráimat a szabadban töltöttem, tanulmányoztam a réteket, a forrásokat, az erdőket, házakat építettem összetört apró zsindelyekből. Nagy festő vagy nagy építész szerettem volna lenni. 14 éves lehettem, amikor az udvarunkon kutatástak. Nagyszerű zsíros anyagot hoztak a felszínre, gyúrni kezdtem. Megtaláltam, amit idáig hiába kerestem, a forma urrá lett az érzéseim fölött. Szobrász lettem. Írt a önélet rajzában. Alapvetően egy olyan klasszikus művész, klasszikus szobrász volt, aki nagyjából a 19. század második felének az akadémikus, klasszikus szobrászata alatt nőtt bele a szakmába, csúnya szóval szocializálódott bele a szakmába, és egész életében ezt a stílust követte. Voltak ugyan fiatal korában bizonyos próbálkozásai az akkor induló bimbózó avantgárddal, de ezeket nem vitte végig. Ez egy nagyon népszerű, szerethető, a szépségre, a természethűségre való törekvéssel jellemezhető irányzat, ami mindvégig az ő pályája alatt alkalmas volt arra, hogy közterekre is fölállítsák. Iparművészeti iskolába járt 1901 és 4 között, majd egy évig Bécsben tanult. Pályája a két világháború közötti időszakban teljesedett ki. Minden munkájában kitűnően érvényesítette technikai tudását. Az életnagyságúnál hatalmasabb szobroktól egészen az apró porcelán figurákig munkáit a lendület és az elegancia jellemezte. Rá előszeretettel aggatták a hivatalos művészi azért, hiszen mindegyik társadalmi berendezkedés, amelyik alatt működött, megbízások sorát adta neki. De hát azért adta megbízások sorát neki, mert ő olyan stílusban dolgozott. Tehát nem attól lett ő nagy művész, hogy ő megbízásokat kapott, hanem azért kapta a megbízásokat, mert nagy művész volt, és azért ez nem egészen mindegy. Én valahol úgy fogalmaztam, hogy ez a stílus, amit ő alkalmazott, az voltak éppen egy birodalmi művészet. Ha úgy nézzük, akkor a római birodalomtól kezdődően a nagy birodalmak sorra ezt a stílust próbálták a saját reprezentációjukhoz alkalmazni. Természetesen a római birodalom bukása után én is tudom, hogy körülbelül egy 1000 éves szünet volt ezzel, de a reneszánsztól kezdve, ha végignézzük a nagy európai birodalmakat, akkor azok a köztéri szobrok, amelyek a birodalmi reprezentációnak a kifejezését voltak hivatottak megvalósítani, azok mind ebben a klasszicizáló stílusban készültek, akár úgy, hogy klasszikusabb, akár úgy, hogy barokkosabb, de mind ez a természeti megfigyeléseken alapuló klasszikus arányrendszert alkalmazó és valahol a szépségre törekvő stílus volt, egészen a szocialista realizmussal bezárólag. ...1931 és 1939 között műterme volt Londonban. Különösen kedvelték portréistaként Angliában, a királyi család és az arisztokrácia világában. Nevezetes arcmást készített az angol királyi család egyes tagjairól, illetve a politikai élet nagyságairól, valamint George Bernard Shawról, akihez közismerten jó barátság fűzte. Shawról 1932-ben mintázott portréja az író által leghűségesebb ábrázolásként értékelt alkotás.
Kisfaludi Porti művészetének kulcsfontosságú műve a már bemutatott Gellért-hegyi felszabadulási emlékmű. Az aténi, ókori aténi demokrácia időszakába diadalmaskodott igazából ez a stílus, és azóta igen. Azóta hol buvópatakként, hol diadalmas folyamként folyamatosan jelen van, és szerintem jelen is lesz, ma is rendkívül közkedvelt. Amikor Kisfaludi Sóp Zsigmond, aki Zala megyében született, és Zala megye ösztöndíjával tanult annak idején, Zalaegerszegtől díszpolgárságot is kapott, 75-ben halt meg, akkor végakarata az volt, hogy Zalaegerszegre kerüljön a hagyatéka. És ez így is történt, ma is a Göcsei Múzeumban található, ahol állandó kiállításon mutattuk be egészen mostanáig. Most az épület felújítása miatt időlegesen le van bontva ez a kiállítás, és ennek az anyagából láthatunk most egy szűkebb volumenű válogatást itt. A Kisfaludi Sóp Zsigmond egyébként azok közé, a művészek közé tartozik, akiknek a szobrai száma halála után is gyarapszik. Ennek az egyik oka, hogy néhány kis plasztikáját, ami egyébként már akár több helyen is állhat köztéren, újra és újra felállítják új helyeken. Tehát találkozni ilyen esetekkel, hogy fölnagyítják 5-szörös, 10-szörös méretre, életnagyságúra, nem 10-szörös, de 30 centis szobrot, mondjuk 180 centisre, és kiállítják köztéren. De az ő népszerűségét az is mutatja, hogy nagyon szeretik a műkereskedelemben is, és sajnos a hamisítók körében is előfordul. Tehát vigyázni kell, aki Kisfaludi szobrot szeretne vásárolni, mert az, hogy egy műkereskedelmi egységben, galériában kapható, és akár rajta van a szobrász neve, az még nem jelent 100%-os biztonságot ebben az esetben. Kisfaludi Sóp Zsigmond szobrainak kiállítását a Vármegyeház kiállító termében tekinthetik meg az érdeklődők.